Látszat ellenére ezek a felvételek nem a Fehérvár Televízió archívumából kerültek elő. Retromentési bemutatót tartottak ugyanis a Gyümölcs utcában. Az ezer éves technikát kellett használni, ahol elküldöm a laborba a felvételeket, és akkor két hét múlva megérkezik, aztán kellett kezdeni a kiértékelést. Más változás nem igen van. Tehát ugyanazok a balesetek. Kicsit több van, mert sokkal nagyobb a forgalom, mint a 60-as években volt. Nagyon fáj. A 60-as, 70-es években ilyen ruhákban és ezekhez hasonló, ma már elavultnak számító felszerelésekkel teljesítettek szolgálatot az egyenruhások. A retro bemutató célja az volt, hogy bemutassuk az elmúlt 30-35 év fejlődésének a történetét, így ennek keretében egy korabeli rohamgépkocsit és egy esetmentőgépkocsit mutattunk be. A bemutató lényege tulajdonképpen annak a igen gazdag és majdnem robbanásszerű fejlődés történetnek, ami az országos mentőszolgálatnál az 1960-as, 70-es évektől elindult és a gyakorlatilag napjainkban is tart. A Budapesti Mentőmúzeumnak és a helyi kéklámpás szervezetek munkatársainak köszönhetően jött létre ez a különleges mentési bemutató. A retro bemutató után a mai mentési technikákkal is megismerkedhetett az, aki ellátogatott a mentők napjára. Egy ittas sofőr okozott balesetet. Többen megsérültek, egyiküket az autó alól kellett a tűzoltóknak kiszabadítani. Ráadásul a vétkes vezető duhajkodott is a helyszínre érkező rendőrökkel. Ahogy Takács Márk mondja, az ilyen rendezvényeknek az a lényege, hogy megtudja a közönség, milyen a mentősök mindennapi élete, és az is fontos, hogy a városlakókkal ne csak vészhelyzetben találkozzanak. Arra gondoltunk, hogy minden egyes társszervünk rendszeresen szervez nyílt napokat, ahol ugye a lakossággal együtt tudnak szórakozni, és a lakosság meg tudja nézni, hogy ők hogyan dolgoznak, milyenek a hétköznapjaik. Ezért mi is így gondoltuk, hogy a mentőszolgálatot is meg kellene mutatni a lakosság részére. Az idei egész napos rendezvényen kicsik és nagyok is megtalálhatták a számukra megfelelő elfoglaltságot. Ráadásul jó hírrel is szolgáltak az életmentők, majdnem 1,5 millió forintot nyert a székesfehérvári szolgálat eszközfejlesztésre. A székesfehérvári mentőállomás két nyertes pályázatot is készített a tavalyi év végén, illetve az idei év elején. Ebből az egyik az Unilever Segíts Okosan pályázat volt, ahol 250 000 forintot nyert a mentőállomás részére, melyből mentéstechnikai eszközöket fogunk vásárolni. A másik pályázat ennél nagyobb összegről szól. 1.377.000 forintot nyertünk a K&H gyógyvarás programban, tehát a két nyeremény gyakorlatilag több mint 1,5 millió forint, amivel a székesfehérvári mentőjárművek eszközparkja bővülni fog. A mentési bemutatókon túl egy vándorkiállítás is érkezett városunkba, amely szintén a mentésügyi szervezet történelmébe enged bepillantást. A tárlaton az egykori életmentő berendezéseket ismerhette meg a közönség.